a 7 belső kapu, spirituális önismeret és önharmonizálás online alapkurzus. Száraz György munkáit és programjait megtalálod a www.szarazgyorgy.hu oldalon. Boldog napot szeretettel köszöntünk benneteket Jucussal. Sziasztok! Szia Gyuri! Szia kedves Jucus! Mai alkalommal a nyugati asztrológia szempontjából fogjuk megközelíteni 2022. októberét. Mi várható? Ez is, az is. Tehát egy vegyes, hullámzó, mert ugye én emlékszem arra, hogy tavasz környékén, sőt, talán még visszább is léphetünk egyen, amikor az egész évre adtál egy prognózist, akkor az őszre, bennem legalábbis ez maradt meg, ilyen viharfelhőket, tehát nehezebb időszakokat nem jósoltál, prognosztizáltál. És most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy október, vagy majd a november, mert ugye nyilván az őszbe több minden beletartozik, hozza-e ezeket a beharangozott folyamatokat. És ezért is érdeklődöm, hogy na, kezdődik már? Vagy mi a helyzet? Kezdődik. Ez érdekes ez az október egyébként. Szerintem most, hogyha összevetjük megint a nyugatit meg a kínait, mert szeretem így összevetni, most még a kínai fogja ezt jobban mutatni. Nagyon érdekes hónap lesz szerintem, és szerintem az október, hát ha lehet így súlyozni, fajsúlyosabb szerintem, mint a november. De hát aztán majd meglátjuk. Én amúgy szeretem ezt az időszakot. Rendben, akkor milyen jegyben járunk, hogy ez a napocska? Nézzük, a nap az a mérlegben, és akkor október 23-ától átmegy a Skorpióba, és ugye a Skorpió az már a fajsúlyos energiák. Tehát a mérleg, ugye ez október 23-ig ugye nagyjából az embereknél, amilyen a mérleg, tehát kommunikáció, társas kapcsolatok, megfelelés, szépség, harmóniára törekvés, stb. És utána mindig ilyenkor ősszel vágunk egy ilyen erősebb vonalat, és akkor jön a Skorpió, és akkor mélyülünk, és akkor befele megyünk. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az energiát. Ez pont olyan, mint hogy van, aki a Skorpió embereket kinevelhatja, van, aki... Én mindig szeretem a nehéz természetű embereket. Ezzel most kimondtad, hogy a Skorpiók nehéz természetűek. Hát nehéz természetűek, mert sok ember számára nem mindig érthető, hogy mit miért csinálnak. Én meg szeretek mindent, ami a fajsúlyos, úgyhogy én még szeretem ezt az időszakot, de aki nagyon az életnapos oldalán szeret csak lenni, és vidám, és mit tudom én, azoknak picit megterhelő. Aki szeretik kilódni, meg szenvedni, meg ilyen mélyre menni, azok meg szeretik. Jó, de hát még a mérleggel kezdünk, úgyhogy... De a mérleggel kezdünk, abszolút, igen, és akkor a Merkur az pedig a szűzben kezd, és október 11-én megy át a mérlegbe. Ott megint a kommunikáció, tehát hogy azért az a jó, mert október 11 után, hogy átmegy ugye a Merkur a mérlegbe, akkor a kommunikáció lesz ilyen mérlegtípusú, tehát hogy jobban tudunk egymással kontaktálni. A szűzben levő az egy picit olyan sziszifuszibb, olyan aprólékosabb, a mérleg meg olyan nagyvonalúban kommunikál, olyan win-win helyzeteket keres. Meg egy kicsit a diplomatikusabb is talán. Diplomatikusabb. Nekem legalábbis ez itt eszembe. Igen, a szűz az inkább szőrszálhasogató, és nagyon a részletekbe belemenő. A mérleg meg a nagyívűen tudja kezelni. Aztán, hogy abban is ki, az egy más történet, de nagyívűen tudja kezelni. A Vénusz, az pedig szintén a mérlegben van nagy részt, és ugyanígy október 23-án lép át a Skorpióba, tehát a nap meg a Vénusz egyszerre fog átlépni a Skorpióba. Akkor az azt is jelenti, hogy együtt állnak majd egyszer csak. Így van. És akkor az a jó, hogy a Vénusz is a mérlegben, ott nagyon jól érzi magát, tehát hogy mindenféle ilyen társas kapcsolatoknak kedvez, akár a romantikának kedvez, tehát szívesebben vagyunk másokkal, fontosabbak a kapcsolataink, több hangsúly van a kapcsolatokon általában ilyen időszakban. És igen, aztán a nap és a Vénusz együtt fog átlépni a Skorpióba, és akkor úgy fajsúlyosak lesznek az érzelmeink, a megéléseink, a dolgaink, de ez majd a hónak a másik végében. Illetve ugye a Merkurról azt érdemes tudni, hogy ugye mondtam, hogy átmegy a mérlegbe, és október 2-ától már direktbe fordul, aminek örülünk, mert ugye az előző időszakban retrográd volt, és ez picit megakasztotta a kommunikációt. Tehát itt teljes október során gyakorlatilag a kommunikáció már simább utat kap, tehát akár szerződéskötésekre, bármire, ebből az aspektusból már jobb, mint az előző időszak. A Vénusz az ugye, ahogy majd átlép a nappal együtt 23-ától, akkor ott mélyülnek az érzelmeink. Ugye hát, ha belegondolunk, jön az ősz, jön a sötétség, mindenki egy kicsit komorabb, egy picit jobban végig gondolja a dolgait, de szerintem ez nem egy rossz dolog. Ami viszont érdekes, hogy a Mars az ugye most nagyon sokáig, egészen március végéig, ugye az ikrekben lesz, no de hóvégétől, tehát október hónap végétől retrográd lesz a Mars is. Úgyhogy erről egy kicsit beszéljünk, mert ugye azért van ilyen sokáig végig nem tudok ma beszélni, az ikrekben, Mert hogy egy picit direkt, aztán vissza, aztán megint, és az ugye ilyen kis szakaszokat hozogat. És általában egyébként 2 évente szokott hosszabb időt így eltölteni. És amikor retrográd lesz a Mars, akkor egy picit a Mars az ugye a tett, a dinamika, a lendület, amikor ugye erőben vagyunk, hogy csináljuk a dolgokat, és akkor ugye a retrográd mozgás az mindig egy picit visszavet. De még egy picit megfogunk. Az mindig lefékez, vagy inkább csak egy befelé irányultsággal párosul? Igen, tehát ha befelé akarunk menni, ott nagyon lehet haladni, de kifelé mindig lefékez. Tehát mindig húz bizonyos határokat, hogy eddig és nem tovább. Tehát hogyha az energiaszintünk nem kiáramló lesz, hanem befelé áramló. Tehát ez szerintem nem rossz egyébként, csak ha túlzottan akarunk haladni a fizikai világban, akkor a retrográd Marsnál ez annyira nem jó, hiszen nem tudunk, ellentétes irányba megyünk. Tehát lehet, hogy egy csomó dologba, ezt úgy kell érteni, egy csomó dologba beleteszünk energiát, de nem úgy jönnek még az eredmények, de meg fognak jönni azok az eredmények, amikor majd direkt lesz. Tudjuk, elnézést, hogy belekérdezek, csak hogy mennyi időt tölt el ezzel a retrográd, tehát a hátráló mozgásával? Azt hiszem, hogy január, de ezt most meg nem tudom mondani. Tehát egyfolytában mostantól? Most retrográd lesz, igen. Igen. És addig ugye egy ilyen felkészülési időszak van, és akkor majd, amikor direktbe fordul, akkor lehet újra, január 12, azt hiszem, január 12-ig. Úgyhogy addig meg ami mondjuk, én nem szoktam egészségügyi dolgokat nézni, meg nem is foglalkozom vele, de például retrográd Marsnál annyira nem jók az ilyen műtéti dolgok. Ugye a Mars az ugye a vágás is, a szike, a vágása, bármit. Tehát amennyiben el lehet kerülni, most nyilván, hogyha hirtelen valakivel történik valamely dolog, de hogyha mondjuk ilyen előrejegyzett dolgok, műtétek vannak, ami nem annyira fontos, majd megcsináljuk valamikor, mit tudom, hogy valaki meg akarná műtetni a szemét, vagy valami, akkor azt inkább már akkor tegy át jövőre, ez a retrográdnál nem annyira. Vagy például, hogyha valaki ilyen nagyobb fogászati beavatkozás, most nem egy tömésről van szó, de ha mondjuk így folyamatában akarják csináltatni, akkor szerintem azt jobb egy kicsit áttenni, ha lehet. Most nyilván egy, nem tudom, akut vakbélgyulladás. Nyilván mondjuk, aki 600 napot várt egy műtétre, nem fog átolni. Jó, persze, azért, hogy aki tudja, és időzíteni, és mit tudom én, mondom, ez inkább ilyen, amit mi döntünk el. Most kapok egy szívinfarktust, vagy valami, akkor nyilván nem így működik a dolog. Úgyhogy ilyenkor egy kicsit olyan, mintha a cselekedeteink átgondolás alá esnének. Tehát már innentől kezdve egy picit úgy kicsöngettek, tehát hogy egy picit úgy évvégéig vagy évelejéig kicsöngettek nekünk, és... Én egyébként ilyenkor dörzsölöm a kezemet, mert ez azt jelenti, hogy akkor én alkothatok. Abszolút. Nekem ez abszolút egy jó időszak, egy termékeny időszak, ha úgy veszünk. Abszolút az, ami ugye alapvetően a Mars az ikrekben, az ugye egy kommunikatív energia, egy nagyon jól használható energia, hogy másokkal együtt csináljunk dolgokat, és amikor ez beszorul és visszafelé megy, akkor ilyenkor, aki például nem jól tudja ezeket kezelni, lehet belőle düh, agresszió, harag, ugye befele, mert hogy nem haladok, miért nem tudom csinálni a dolgokat. Ezekkel mondjuk érdemes vigyázni, hogy ezek mondjuk ne legyenek. Illetve esetleg balesetek, tehát hogy arra is vigyázni, hiszen a Mars az ugye az megint csak szúrás, vágás, égés, minden ilyesmi dolog, tehát retrográdnál jobban kell figyelni. Csak eszembe jutott, a gyulladás az hova tartozik? Az is Mars, vagy az nem is Mars? Marsikus is lehet. Ugye, ha belegondolok abba, hogy jön hát most nem mondok ilyet, hogy ilyen a szezon, tehát a megküléses betegségektől kezdve légúti, felső légúti betegségek, lázzal együttjáró betegség, tél, stb. Tehát, hogyha most januárig benne leszünk, akkor a Marsnál inkább az szokott lenni, amik ilyen hirtelen belobbanó, tehát még lázas állapot, vagy bármi, de egyébként ezt meg ugye úgy nézzük, hogy melyik bolygóhoz milyen szerv tartozik, tehát mit tudom én, például a Mars, Kors és mondjuk fejfájás például, tehát inkább arra az oldalról, de alapvetően a gyulladások azok Marshoz tartoznak, tehát ez egyébként valóban lehet. És akkor a másik, ami érdekes, hogy a Szaturnusz pedig október 23-tól stacionár, és 27-től elindul előre, végre. Tehát a Szaturnuszt is ugye hátrált, és végre az is elindul előre, ami azért jó, mert volt egy időszak, ami arra késztetett minket, így a nyárnak a nagy része, hogy átgondoljunk dolgokat, hogy mit szeretnénk, hogy merre szeretnénk menni. Ugye a Szaturnusz az analóg a felelősségvállalással, tehát sokak, akik mondjuk most karrierbe, új dologba, új munkába kezdtek volna, akkor azt mondta a Szaturnusz, hogy picit azért gondold meg, hogy mi az, amit csinálsz, abból mi az, ami valóban átültethető a gyakorlatban, mi az, amiért felelősséget vállalsz, mi az, amit meg tudsz csinálni. És ez volt az átgondolási időszak, és most már elindult a Szaturnusz előre, szóval lehet haladni. Tehát egy karrierben, picit ilyen, az életúton, az önmegvalósításban? Bármilyen olyan témában, ami felelősségvállalással függ össze. Tehát egy picit ez olyan, mint egy ilyen ébredező erő, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy szerintem ez jó hangzik. Igen. És általában az van, hogy a jegyváltás előtt, tehát a Szaturnusznak a mielőtt vált, ugye mondom 27-én indul előre, és előtte egy másfél héttel, meg utána egy másfél héttel, tehát a jegyváltás körüli időszak az mindig erős, ilyen szaturnikus témában. Tehát mondom, felvállalhatunk dolgokat, ami... Pont most eszembe jutott, hogy ugye ott fog 27-e után nem sokkal, jön ugye minden szentek, jön Halottak napja, stb. A Szaturnusz azért az elmúlás, a halál, az idő. Tehát ilyen értelemben... Akkor a tisztulás is. De ez igen. Most pozitív, tehát most bármilyen hülye hangzik, de én azt most egy ilyen kicsit ilyen alvilágjárásnak is, vagy egy ilyen túlvilágban való kapcsolatnak is. Igen, mert a karmai Szaturnuszhoz tartozó többek között. Még az alvilág Szaturnuszhoz is, de igen. Ez egy jó... Meg hát végre elindulunk, szóval legalább valamit, mert most ugye elindul a Merkur is előre, elindul a Szaturnusz is, most, amikor ezt éppen fölvesszük, szeptember közepén járunk, és ilyenkor toporgunk, most nagyon sok bolygó retrográd, és azt érezzük, hogy hátráltatva vagyunk, és szép lassan azért ezek elindulnak. Mert elindult a Merkur, vagy elindul itt a Merkur, ugye október 3-án direktbe, akkor a kommunikáció is megindul, elindul a Szaturnusz a hó végén, akkor a felelősségvállással kapcsolatos dolgaink is, hosszabb távú projektjeink is mondjuk elindulhatnak. Szuper. Illetve a kettő között október 11-től a Plútó is elindul előre, és ez azért érdekes, mert a Plútó, amikor retrográdot vágott, tehát hátraarcot vágott, az nagyjából pont a választások körül volt. Tehát, hogy ugye nagyon sokszor a Plútó, amikor retrográdban van, akkor ez egy olyan időszak, amikor a felszín alatt történnek a dolgok, akár társadalmi, politikai, szociális szinten, de nem igazán tudjuk, hogy mivel állunk szembe, hanem ilyen vihar előtti csend. Tehát érezzük, hogy valami van a levegőbe, érezzük, de hatalmi harcok, agresszió, elnyomás, bármi ilyesmi, de hogy ez a felszín alatt van, és hogy mindenki érzi, hogy itt valami más lesz, de nem tudjuk azt, hogy mi lesz. És akkor érdekes, bocsánat a szabályok, amit mondtál, hogy ilyen márciusban vettük fel április, és tényleg mondtál a választásokkal kapcsolatban, meg azzal az időszakkal, amit a Plútó megnyitott, mármint a saját retrográd mozgását, hogy nagyon sok minden abszolút ködös, hogy nem fogjuk látni, hogy a háttérben, és a Neptun is igen itt volt, és gyakorlatilag, ha most végig gondolom, hogy mi történt mondjuk július 12-től fogva... Hát áprilisban nem annyira láttuk. Áprilisban nem láttuk, hogy július 12-től gyakorlatilag hogyan borult fel, vagy bojdult fel az életünk, most rezsi és hasonló fronton, nem az ukrán fronton. Úgyhogy azért mondom, hogy ha úgy vesszük, akkor tulajdonképpen most már talán így október vége felé mindenkinek letisztul, hogy tulajdonképpen mi minden zajlott a mélyben, és talán már megtanultunk alkalmazkodni valamelyest hozzá, tovább élünk vele, a változásokkal, mert hogy nem is tehetünk nagyon mást. Igen, gyakorlatilag itt tökre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a Plútó direktbe fordul, és meglátjuk azt, hogy mi zajlott a felszín alatt. Kiderülnek április vége óta, most derülnek ki a dolgok, igen. És ilyenkor tehát meglátjuk azokat a hatalmi harcokat, esetleg akár politikában, mondom, gazdasági dolgokban, amit mondjuk eddig nem láttunk, elindulnak folyamatok, és már számunkra is nyilvánvaló, hogy mondjuk merre mennek. Ilyenkor nagyon sok felismerés van például, hogy úristen, ezt nem gondoltuk volna, vagy nem tudtuk volna. Tehát egy picit úgy lehull a lepele arról, ami... Igen, mert ha belegondolunk, a világunk valamilyen szinten a porhintésről szól. Az egyik oldal mondta a magáét, aki elhitte, elhitte, a másik oldal mondta az ellenkezőjét, aki elhitte, elhitte. Nyilván az igazság valahol a kettő között van, és akkor most, hogy megtörténik a lelepleződés minden szinten, belföldön és külföldön is, talán egy fokkal tisztábban láthatunk, de ennyi csak, hogy milyen érdekesek azon. Meg talán tisztában fogjuk látni azt, ugye, amit mondtál, hogy június óta ugye mi történik, hogy mondtak mindenféle híreket, de talán itt október, a második fele, ott azért látjuk a számlákat, hogy most akkor tényleg hányszoros mit fizetünk, akkor hogyan tudjuk ezt beosztani, merre megy az élet tovább. Tehát ugye eddig csak mögöttünk zajlottak a dolgok. Talán ez az első sok hullám, ez az első megrázkodtatás is elül, és akkor végre nagyjából tudjuk, hogy mennyi az annyi, tudunk számolni, kalkulálni, beosztani, stb. Tehát újjá tudjuk szervezni az életünket, és számomra a rend, a rendszer, a szervezés is szaturnikus egyébként. Az is szaturnikus, hogy ilyen gyönyörű szépen is helyükre kerülnek a dolgok. Jó, ez október 27-től nyilván nem ennyire. Hát a Plútó október 11-től ugye elkezdjük felismerni, és akkor a hó vége az már egy ilyen szempontból konstruktívabb lesz. De egyébként egy picit most visszamegyünk még a hónapnak az elejére, akkor október 1 és 7 között lesz egy picit olyan szempontból nehezebb időszak, hogy a Neptun és a Merkur szembe áll egymással. Ugye a Merkur kommunikáció, a Neptun ugye a köd, amit ugye nem látunk tisztán, és a kettő közé beáll egy Mars. Ami azt jelenti, hogy lesz még nekünk egy Neptun-Mars fényszögünk, meg egy Merkur-Mars. A Merkur-Mars az mindig ugye a Mars, az a dű, vagy a agresszió, vagy a harag, a Merkur a kommunikáció. Tehát ebben az időszakban, október 1 és 7 között lehet a kommunikációnk agresszívebb, sértőbb, bántóbb, de ugyanakkor ugyanez a Merkur és ugyanez a Mars a Neptunnal is fényszögbe áll, tehát sokszor lehet az, hogy például félreértések által, nem tiszta kommunikáció által, át nem látott helyzetek által, akár dühösen vagy egóban reagálunk dolgokra, és igazából nem is tudjuk, hogy mi van a dolgok mögött. Tehát ez a picit a becsapás, önbecsapás, illúziók, stb., amit mondjuk átviszünk egy kommunikációs szintre. Na hát így akkor könnyű lesz elbeszélni egymás mellett. Így van, így van, így van. Meg a megtévesztés például. Tehát itt érdemes figyelni, hogy én mondjuk, mit tudom, a tehetném, nem szívesen kötnék ebbe az időszakba szerződést, mert hogy ott ez a Neptun, nem látom, nem biztos, hogy átlátom, hogy mi van mögötte. Úgyhogy ez ilyen szempontból, illetve a Neptun még a légvárépítés is. Tehát a Neptun az, hogy hova építettem én a légváramat, és ugye a Mars meg a cselekvés. Tehát, hogy valamibe energiát akarok tenni, ami lehet, hogy csak légvár. Lehet, hogy nincs értelme, lehet, hogy fölösleges belerakni az energiát. Nehéz az összhang, mert ugye teljesen más a két bolygó analógia. Úgyhogy ez egy picit nehéz lesz, illetve október 11-től 15-ig a Szaturnusz az trigonfényszögbe fog kerülni a Nap-Vénusszal, ami ugye együtt áll, az viszont nagyon jó, mert a Szaturnusz itt ugye az mindig a fókuszáltság. És ugye a Nap-Vénusz, tehát egy ilyen érzelmi fókuszáltság, a nap ad egy rálátást, tehát egy picit irányba tudjuk magunkat tenni, az meg egy nagyon jó dolog. Tehát összeszedettséget ad mondjuk ez az időszak. Illetve október 17-től, tehát ez a Nap-Vénusszal ugye együtt fog állni, ez szépen utána fényszögbe kerül a Marssal is egy pozitív fényszögbe, tehát Mars-Vénusz, tehát mind a férfinői kapcsolatoknak jót tesz, az emberi kapcsolatoknak, a Mars-nap is a haladásnak jót tesz, tehát a céljaink elérésének jót tesz. Plusz ugyanekkor viszont ugyanezzel a Nap-Vénusszal a Plútó egy nehéz fényszög kapcsolatba fog kerülni, ami viszont hozhat szélsőségeket, szélsőséges megéléseket, problémákat. Úgyhogy a kettő energiát együtt kell kezelni. Tehát van egy pozitívabb, előremutatóbb, fókuszáltabb energia, és van egy picit nehezebb energia is. De én azt gondolom, hogy a kettőt azért ki lehet egyensúlyozni, csak mind a két irány létezik. Tehát mind a két irány az ott lehet. Illetve október 22-23, ott fog exakt, tehát pontosan együtt állni ugye a Nap-Vénusz, és akkor át fog menni szépen nem tudok ma beszélni, a Nap-Vénusz a Skorpióba? A Nap-Vénusz a Skorpióba, igen. Tehát próbáltam elképzelni, hogy hova megy, de hát ha október 23-at mondtál, igen, ott át fog menni a Skorpióba együtt. Tehát azt hiszem, hogy 22-én az utolsó fokon áll együtt, és akkor utána 23-án meg szépen átmegy. És akkor október 30-a, tehát mire a hó végére érünk, akkor már a Nap is, a Vénusz is, meg a Merkur is a Skorpióban fog már majd haladni. Tehát, hogy szépen, szépen minden átmegy a végére. És illetve még a hó végén, azért, mert a hó végi energiák egy picit kiegyensúlyozottabbak, mert ott a Mars és a Merkur pozitív fényszögbe fog kerülni. Tehát, hogyha emlékszel, az előbb mondtam, hogy lesz egy olyan időszak, amikor ezek nehéz fényszöget október 1 és 7 között, ugye a kommunikáció nehéz lesz, vagy esetleg át van itatva haraggal, mérgelődéssel, stb. De a hó végére ugyanez a Mars a Merkur egy pozitív fényszögbe fog kerülni. Tehát ott már a kommunikációnkban lesz egy dinamika, de ott már van egy együtthaladás, ott már meg tudjuk beszélni mással a esetleges problémát, nézeteltérést, vagy pedig együtt tudunk egy úton haladni. Tehát az jót tesz a kommunikációnak. Tehát, illetve minden olyannak, ami mozgás, utazás, mert ugye azzal is a Mars meg a Merkur összefügg. Tehát én azt gondolom, hogy elég vegyes hónap, a hó elején lesz ez a neptunikus dolog, amikor nem látunk tisztán, ködösek vagyunk, stb. Utána szép lassan elindul a Plútó előre, elindul a Szaturnusz előre, már látjuk, hogy mivel van dolgunk, tudjuk fókuszálni az energiákat, és akkor a hó végére már megérkeznek ugye a nehezebb energiák, a skorpiós energiák, ott már egy picit jobban... Nem jó szó az, hogy leföldeljük magunkat, mert nem földenergia, ugye nem víz, hanem mélyebbre tudunk menni belül az érzelmeinkbe, és akkor az már mindig egy misztikus időszak, én azt gondolom. De legalább elindul a Szaturnusz végre valahára október 27-én előre, és ez viszont... És a Plútó 11-én. És a Plútó is. És ugye a Merkur is, tehát már 3 bolygó elindul, és ez nagyon jó nekünk, mert akkor az Uránusz marad retrográd, a Neptun marad retrográd, meg a Mars lesz retrográd, tehát azért akkor is jobb. Igen, hát a Mars kicsit hátra, tehát. Na, majd meglátjuk, hogy novemberben mit produkál ez a Marsocska. Kíváncsian várom, de ez majd ez a jövő zenéje, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Én azt gondolom, hogy eseménydús hónap elé nézünk. és valószínűleg tartom, hogy bejönnek ezek a tavasszal tett prognózisok, őszre vonatkozó prognózisok, de majd meglátjuk. Kövessetek minket a különböző oldalainkon, felületeinken, Facebookon, YouTube-on, TikTokon, Instagramon, természetesen a honlapokon, szóval rengeteg formon és platformon megosztjuk ezeket a gondolatokat. Ha esetleg kacérkodtok ti is azzal, hogy asztrológiát tanulnátok, akkor a kínai asztrológiai tanfolyamunk, most már mondhatom, hogy november 2-án fog elindulni, úgyhogy tudtok hozzá csatlakozni, és ezzel kapcsolatban pedig október hónapban számíthattok egy mini tanfolyamra, jól mondom? Igen. De akit ez bővebben érdekel, a liszkayjudit.hu oldalt legyen szíves felkeresni, és ott minden ehhez kapcsolódó információt meg fog találni. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, boldog napot! Sziasztok! A hét belső kapu. Spirituális önismeret és önharmonizálás online alapkurzus. Száraz György munkáit és programjait megtalálod a www.szarazgyorgy.hu oldalon.